Szabó Ákos a 37 éves fiatalember élet és halál között lebeg az Országos Onkológiai Intézet intenzív osztályán. A szervezetét rejtélyes kór támadta meg, ezért a gyógyulásához folyamatos vérre van szüksége. Olvasható az Eger Eszterházi Szabadidő és Sportegyesület honlapján. Az ő megsegítésére szervezett irányított véradást a Kézilabda Egyesület. Az eseményen részt vettek az SBS Eger MB egyes férfi kézilabda csapatának játékosai is. Rédei István először tartott a tű alá a kezét. Igazából két okból jöttem, az első nyilván Ákos, a második ok pedig a vércsoportomat nem tudtam még eddig igazából, de szerettem volna már nagyon sokszor vért adni, csak ugye mindig vagy mérkőzéssel, vagy edzésekkel ütközött az időpont, amikor vért lehetett volna adni, de úgy gondoltam, hogy már azért egy 30 éves már elmúltam, úgyhogy ideje, hogy kipróbáljam ezt is, és hogyha ha jó lesz a vércsoportom, megfelel sok embernek, fel tudják használni, akkor miért ne adhatnék ezek után is vért. Tóth Edmond vezetőedző elmondta, fontos, hogy ebben az időben is segítséget nyújtsanak, ahol tudnak. Természetesen mindig fontosnak tartjuk, hogyha van rá lehetőségünk. Főleg most, hogy ezt a klub szervezte, ezt a véradást, így meg mindenképpen azok a játékosok, akik most úgy gondolták, hogy szeretnének vért adni, azok már itt sorakoznak. Az önzetlen segítségnyújtásra összesen 48-an jelentkeztek, ezek többsége irányított véradás volt Szabó Ákos számára.